Ez a Nyíregyházi Televízió híradója augusztus 17-én csütörtökön este 7 órakor. Kezdjük! Csomópontfejlesztés. Jelzőlámpás forgalomszabályozás a belső körút László utca kereszteződésében. LED csere. Meghosszabbított határidővel szeptember 15-ig még lehet regisztrálni a programra. Beruházás. Új bölcsőde épül Nyírszőlősön. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Iskola kezdése befejeződött a belső körút László utca csomópontban a jelzőlámpás forgalomszabályozás kialakítása. Ezzel megvalósult a belső körútra, a nagy körútról jobbra be és jobbra kikanyarodás lehetősége többletforgalmi sávok kialakításával. A program része volt a gyalogosok biztonságos átvezetése, a meglévő gyalog kerékpárúthoz történő akadálymentes kapcsolat biztosítása, a járdák és kerékpáros létesítmények akadálymentesítése és átvezetése. Örömmel mondhatjuk ebben a nehéz időkben, amikor általában nem ez a jellemző, Nyíregyházán most is milliárdos nagyságrendben közúti infrastruktúra fejlesztések történtek. Így fogalmazott dr. Kovács Ferenc az újabb nyíregyházi csomópontfejlesztés ünnepélyes projektátadó rendezvényén. A polgármester hozzátette, ezt a beruházást is érdemes összefüggéseiben vizsgálni, hiszen ugyanez a projekt tartalmazta a két Örökösföldön korábban megépült körforgalmat, a Család utca belső körút, valamint a Család utca Szalag utcai kereszteződésben, illetve további kerékpáros fejlesztések történtek Sóstón, de az aktuális helyszínen maradva más forrásból sikerült felújítani a belső körutat egészen a Hunyadi utcáig. A mostani beruházásnak is több indoka van. Egyrészt itt azért nagyon komoly, sajnos halálos baleset is történt, tehát a közlekedés biztonsága miatt, és a közlekedés folyamatossága miatt, mert hogy megnőtt a, hál' Istennek, ez volt a célunk, megnőtt a Bújtosi Városliget felújítása után az ide látogatók, idejövők szám, akik gyalog jönnek biciklivel, kocsival, ezért még fontosabb, hogy ez a csomópont biztonságos legyen. Mindenki láthatja. Ami a konkrét fejlesztést illeti, jelzőlámpás forgalomszabályozást alakította ki úgy, hogy megvalósult a belső körútra, a nagy körútról jobbra be és jobbra kikanyarodás lehetősége is többletforgalmi sávok kialakításával. További cél volt a gyalogosok biztonságos átvezetése, így a meglévő gyalogkerékpárúthoz akadálymentes kapcsolatot biztosítottak. Akadálymentesítették a járdákat és kerékpáros létesítményeket, és ezek csomópontokon történő átvezetése is megvalósult a projekt keretében. A térség önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, bonyolult és balesetveszélyes volt ez a kereszteződés eddig. Még egy dolgot azért kiemelnék, amit az itt lakóktól is tudok, az az, hogy Örökösföld bizonyos részeire sokkal könnyebb lesz majd hazajutni, nem kell egy-másfél kilométereket kerülni, és a balra való lekanyarodás, vagy egyáltalán a lekanyarodások sokkal biztonságosabbak lesznek. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkáját. A csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza területén második ütem elnevezésű projekt záróeseményén a polgármester kiemelte, 2023. április közepén kezdődött a kereszteződés átalakítása, ami az ígéretek szerint iskola kezdés előtt be is fejeződött. Ugyanez történt a napokban átadott Szélsőbokori utca esetében, ahol komplexen újult meg a jó másfél kilométeres szakasz 920 millió forintból, és ugyanez várható még két helyszínen. Ami most szintén már befejezés közeli állapotban van, a Tiszavasvári Derkovics utca, valamint a Lattanyák, Tiszavasvári Lattanyának az északi része, az ügynek barnamezős beruházás, az másfél milliárd. Így összességében csak most jóval több mint 3 milliárd forint értékű közúti infrastruktúra fejlesztés fejeződött be, vagy zajlik párhuzamosan Nyíregyházán, nem beszélve a nagykörút utolsó szakaszának négy sávos sátételéről. Meghosszabbították a regisztráció határidejét az önkormányzat és a SZÁJEB által hirdetett ingyenes lakossági LED csere programra. Szeptember 15-ig a ledcsere.hu oldalon jelentkezhet az, aki csökkenteni a villanyszámláját, vagy környezetvédelmi megfontolásból választaná a LED fényforrást. A regisztrációval kapcsolatban több lakossági megkeresés is érkezett Nyíregyháza megyeugóváros önkormányzatához. A kérdésekre Meixner István, a SZÁJEB Magyarország kiemelt igazgatója válaszolt szerkesztőségünknek.
Számos előnnyel jár, ha valaki leddel világít otthonában. Egy ledes izzónak a fogyasztása minimum 90%-kal kevesebb ugyanolyan fényerőnél, mint egy hagyományos izzóé. Másrészt a pénztárcánkat is óvhatjuk, mivel a hagyományos izzókhoz képest ugyanakkor a megvilágítás eléréséhez egy lednek akár 80-85%-kal kevesebb energia is elég. A meghosszabbított határidő szerint szeptember 15-ig lehet regisztrálni a ledcsere.hu oldalon az ingyenes ledizzókért. Rengetegen regisztráltak Nyíregyházán a ledcsere.hu oldalon erre a ledcsere programra. Hála az önkormányzatnak, hogy megfelelően és nagyon sok helyen hirdette meg, és a Nyíregyháza média is mellé állt a dolognak. Viszont nem szeretnénk mi sem, és az önkormányzat sem, hogy bárki kimaradjon, lecsúszson erről a lehetőségről. Ezért hosszabbítottuk meg szeptember közepéig a lehetőséget, úgyhogy regisztráljanak azok is, akik még nem tették meg, és jussanak hozzá az ingyenes ledes izzókhoz. Arra is van lehetőség, hogy egy e-mail címről több regisztráció is létrehozható legyen, ezzel segítve az idősebbeket vagy olyan városlakókat, akik nem rendelkeznek saját e-mail címmel. A ledcsere program környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos. Ez teljesen zöld, hiszen óriási károsanyag kibocsátástól mentjük meg a saját környezetünket azáltal, hogy ledes izzókat használunk. Az is, hogy miért. Egy ledes izzónak a fogyasztása minimum 90%-kal kevesebb ugyanolyan fényerőnél, mint egy hagyományos izzóé. Képzeljük el, nem 100 wattot kell előállítani, hanem 9 wattot kell előállítani egy izzóra. Mennyivel kevesebb károsanyag megy ki, mennyivel tartjuk tisztában a saját környezetünket, és nem utolsó sorban a pénztárcánkat. Tehát ez nagyon nem mindegy. Ledcsere regisztráció során különös gondot fordítanak a személyes adatok védelmére. A szájjel nem járul hozzá ahhoz, hogy bármilyen más célra használják fel a rendelkezésre álló dokumentációt. Azoknak, akiknek a regisztrációja sikeres volt, e-mailben értesítést kapnak, melyben van egy link, amire rákattintva véglegesíthetik a regisztrációt. Ezt ne felejtsük el, mert enélkül érvénytelen a programban való részvételünk. Érdemes regisztrálni szeptember 15-ig mindenkinek, ugyanis Nyíregyházán a ledes izzók kiosztására az önkormányzatnak köszönhetően még idén sor kerül. Az érdeklődők a programban való részvétel teljes és részletes folyamatát megismerhetik a nyiregyháza.hu weboldalon, illetve olvashatják a Nyíregyházi Napló következő számában. Őszre elkészül Nyíregyháza új bölcsődéje, tavasztól várják majd a gyerekeket Nyírszőlősön a Kollégium utcán. Első körben egy 12 férőhelyes intézményt alakítanak ki az óvoda és az iskola szomszédságában. Nyíregyházán jelenleg közel 20 bölcsőde működik, ezek közül választhatnak a szülők. Jó ütemben halad az építkezés a Kollégium utcán. A teltházzal működő óvoda és az iskola szomszédságában alakítják ki a város új bölcsődéjét. Nyírszőlős egy dinamikusan fejlődő városrész, az elmúlt években egyre több család választotta otthonául, így az igény is hamar jelentkezett egy bölcsőde kialakítására. Az új intézmény azok számára is kedvező lesz, akik itt helyben dolgoznak, és azoknak a szülőknek is, akiknek a belvárosban van a munkahelyük. Első körben egyenlőre egy 12 férőhelyes bölcsőde működik majd itt a Kollégium utcán. Várhatóan őszre elkészül a beruházás, a gyermekeket pedig jövő tavasztól várják. Az önkormányzat további intézményeiben pedig jelenleg is zajlik valamilyen korszerűsítés, illetve kapacitásbővítés. Nyíregyházán, bent a városközpontban, Honvéd utcán is egy régen nagyon jól működő közkedvelt bölcsőde az, amely teljes felújítást kap jelenleg, és előkészítésben van annak is a felépítése, üzembe helyezése. Tehát igyekszünk a férőhelyeket bővíteni, de nem csak bent a belvárosba, ahogy a jelen példa is mutatja, hanem a külső területeken is, hiszen arra számítunk, hogy ez segíti a munkába állást, és ha többen telepednek le mondjuk munkavégzés céljából Nyíregyházán, vannak az iparfejlesztések, akkor ehhez kapcsolódóan ne legyen szűk a bölcsődei kapacitás, tehát ez egy óriási rendszer. A nyíregyházi önkormányzat 9 bölcsődét működtet, de a különböző fenntartókkal együtt közel 20 intézmény közül választhatnak a megye székhelyen élők.
az önkormányzat kötelezettsége az, hogy az ellátást biztosítsa. Tehát számunkra mindig egy nagyon nagy dolog a kalkuláció, az előregondolkodás, hogy mikor, hogyan nyitunk meg egy bölcsődét, milyen előkészítés után. Tehát ez egy nagyon fontos időszak most az életünkben, hogy megjelenik a területen két új ellátóhely, és ez befolyásolni fogja a többi működését is. Tehát nekünk nem csak annyi a dolgunk, hogy most szépen felépítjük, felavatjuk, hanem szeretnénk azt, hogyha ezek optimális szinten működnének, és jól működnének ezek a bölcsődék. A nyírszülősi bölcsőde építése mintegy 198 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósulhat meg. Részletes tájékoztatást szeretne az akkumulátorgyár építésével kapcsolatban a Szövetségben Nyíregyházáért frakció. Erről tartottak sajtótájékoztatót az önkormányzati képviselők csütörtök délelőtt. Egy rendkívüli közgyűlést szeretnének összehívni, ahol a városvezetők válaszolnak a kérdéseikre. A frakció képviselői mind aláírták a kezdeményezést, most várják a visszajelzést, mondta a sajtótájékoztatón Jeszenszky András frakcióvezető. Idén is megrendezik az Extreme Trail Fesztivált. Mindjárt jönnek a részletek, előtte nézzük a nap további híreit. A gyalog átkelőn ütöttek el egy gyalogos a Sóstői úton szerdán délután. A férfi a Tölgyes közelében kívánt átmenni az úton, de egy utánfutó szállító jármű elgázolta. A gyalogost a kiérkező mentők ellátták, majd a József András Egyetemi Oktatókórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit. Megrongáltak egy forgalmi tükröt az Alkotás utcán, a tükröt valószínűleg egy kővel törték össze. A jelentős anyagi kár mellett ezzel a forgalom biztonságát is veszélyeztette az ismeretlen elkövető. Tolva szabályos a kerékpáros versenytől kezdve a Vidoron át a szeptemberi programok zárásáig tilos kerékpárral közlekedni a Kossuth téren és a sétáló övezetben. A tiltást több irányban is kihelyezték, érdemes figyelni a táblákra. Egy nagyméretű forgalmi tükröt helyeztek ki a belső körút és a Dózsa-György út kereszteződésében. Az út itt a fák miatt beláthatatlan volt, így növelték a közlekedés biztonságát. Idén is megrendezik az Extreme Trail Fesztivált. A kétnapos versenyt szeptember elején tartják, és már lehet nevezni. 25 akadályt kell leküzdeniük a résztvevőknek futás közben. A szeptember ismét Extreme Trail Weekenddel indul Nyíregyházán, 5. alkalommal rendezik meg a terep akadályfutó versenyt szeptember 9-én, illetve 10-én. Az esemény helyszíne most is az Aquarius élmény és parkfürdő területe. Új akadályokkal is készülnek a szervezők, a felnőtteknek 5 km és 10 km-es távon 25 akadályt kell teljesíteniük. A gyerekeknek korosztálytól függően szintén egy rövidebb és egy hosszabb távon kell versenyezniük. Úgy terveztük az egészet, hogy lesz elitfutam. Az elitfutam az egy kemény futam lesz, és utána lesz a normál futam, amiben bárki részt vehet, és teljesíteni fogja a akadályokat. Akik voltak már Decathlon élménypróbán, azok ne féljenek eljönni, mert ha azt teljesítették, akkor itt is élményben lesz részük. A női és férfi kategóriákat különböző korosztályokban díjazzák, a gyerekek versenyében is a hagyományoknak megfelelően több korosztályban hirdetnek győztest, a táv során könnyebb és nehezebb akadályok egyaránt lesznek. A legnépszerűbb az a csúszda, mindenképpen az óriás csúszda, azt újra üzembe helyezik nekünk ilyenkor a fürdőben, azon kívül majomlétra, ami egészen népszerű és viszonylag könnyen teljesíthető akadály, kúszós, mászós, csimpaszkodós, mindenféle akadállyal készülünk. Nyíregyházán 22 sporteseményt rendeznek idén, a héten kerékpárverseny, a jövő héten pedig futófesztivál színesíti a programot. A sportesemények turisztikai szempontból is fontosak. Szeptember 9-10, szombat, vasárnap a versenyprogram, de lehet számítani, akik messzebbről jönnek, azok már úgyis itt lesznek pénteken, és nem biztos, hogy vasárnap elmennek, lehet csak hétfőn, tehát ez a városban külön jelentőséggel bír a turizmus területén is. Az akadály versenyre online már lehet nevezni, és közel 1000 indulót várnak a szervezők. Bár a strand ekkor már zárva lesz, a résztvevők kedvéért megtöltik a termálmedencét, melyet ingyenesen használhatnak a sportolók. A verseny során számos kiegészítő programról is gondoskodnak a szervezők, így katonai bemutató, szimulátor és sok-sok játék is színesíti az eseményt.
Szeptember 2-án salakmotoros EB elődöntőt rendeznek a Vármegyében. A Speedway ringre 7 nemzet versenyzői érkeznek. A pályán ez lesz az utolsó esemény, utána bezárja kapuit. Rangos nemzetközi salakmotor versenyt rendeznek szeptember 2-án a Nagyhalál Speedway ringen. A páros Európa-bajnoki elődöntő tétje a fináléba kerülés és 7 nemzet motorosai húzzák majd a gázt. A házigazda Magyarország mellett Lettországból, Csehországból, Ausztriából, Olaszországból, Szlovéniából és Ukrajnából érkeznek csapatok. A pályán az elmúlt években számos nagy nemzetközi versenyt rendeztek. Minden évben bepályáztuk ezeket a versenyeket, és nagy érdemű, itt is rengeteg előzést, rengeteg jó nevű versenyzőket látott, remélem most is az lesz. Annál is inkább, mert már jövő héten lesznek nevezések. Olaszország küldte el egyenlőre a 2 versenyző nevét, a Pákó Kasztanyát, illetve a Nikolás Kovátit. Ők már, ez a 2 biztos itt lesz. A páros EB elődöntő a pálya utolsó versenye lesz, a Speedway Ring tulajdonosa úgy döntött, a létesítmény bezárja kapuit, pedig az elmúlt években rengeteg pénzt költöttek az infrastruktúra fejlesztésére, így fedett lelátók épültek és megcsinálták a világítást is. A Nemzetközi Szövetség további rangos viadalokat szeretett volna idehozni, a GP promótere személyesen is megnézte a pályát és elégedetten nyilatkozott. A honi szakág vezetéssel viszont megromlott a viszony. Amikor a szakág vezető 22-ben, októberében kiegyezte a ceruzát Nagyhalál Speedway Ringre, és a sorozatos büntetéseket a büntető tanácsával meghozta, illetve versenyeket hiúsított meg amit pályáztunk, odaadta Debrecennek a GP kvalifikációnkat. Rengeteg levelet írtam, több oldalosokat a MAMS elnöknek, egyre talán válaszolt, a többire nem. És itt július 5-én ezen a beszélgetésen derült ki, hogy a MAMS elnök úr még el se olvasta a levelet. Ezt az ő saját szava szájából mondta el, hogy hát ő neki nincs erre ideje, hogy beadványokat olvasgasson, amellett, hogy elnök létére, illetve 11 szakág tartozik hozzá, illetve azon belül, vagy 80 klub. Hát azért, bocsánat. És akkor döntöttem, hogy hát akkor ilyen emberekkel, ilyen vezetés mellett csak megerősítette továbbiakban is a bezárást, sajnos. A külföldi versenyzők elismerően nyilatkoztak a viadalok után, hogy nem csak nagyon biztonságos a pálya, hanem jól is motorozható a kialakítása miatt, ezért sok előzés jellemzett egy-egy futamot. Várhatóan szeptember 2-án a búcsú versenyen is hasonlókat láthatnak majd a nézők. Híradónk végén nézzük a főbb tartalmakat még egyszer néhány mondatban. Iskola kezdése befejeződött a belső körút László utca csomópontban a jelzőlámpás forgalomszabályozás kialakítása. Ezzel megvalósult a belső körútra a nagykörútról jobbra be és jobbra kikanyarodás lehetősége többlet forgalmi sávok kialakításával. A program része volt a gyalogosok biztonságos átvezetése, a meglévő gyalogkerékpárúthoz történő akadálymentes kapcsolat biztosítása, a járdák és kerékpáros létesítmények akadálymentesítése és átvezetése. Meghosszabbították a regisztráció határidejét az önkormányzat és a Szájáb által hirdetett ingyenes lakossági LED csere programra. Szeptember 15-ig a ledcsere.hu oldalon jelentkezhet az, aki csökkenteni a villanyszámláját, vagy környezetvédelmi megfontolásból választaná a LED fényforrást. Őszre elkészül Nyíregyháza új bölcsődéje. Tavasztól várják majd a gyerekeket Nyírszőlősön a Kollégium utcán. Első körben egy 12 férőhelyes intézményt alakítanak ki az óvoda és az iskola szomszédságában. Nyíregyházán jelenleg közel 20 bölcsőde működik, ezek közül választhatnak a szülők. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Mai figyelmüket is köszönjük munkatársaink nevében is. További kellemes televíziózást kívánunk, viszontlátásra!